Centrumon a kapitányság, méghozzá a 20. 23. kerületi kapitányság. A tavalyi esztendőről beszélgetünk, nemrég volt az ezzel foglalkozó állománygyűlés, azonban legelőször is forró nyomon haladunk, hiszen egy új nyomozócsoport indult a kerületben, és ennek a tevékenységéről beszélgetünk először. Tehát kapitányasszony, végül is mi vitte arra, hogy elkezdték a forró nyomos megoldást? Hát szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Igazából mindig volt nálunk ilyen forró nyomon üldözés, azonban az idei évben felállítottunk konkrétan egy ilyen csoportot, aki csak ezzel foglalkozik, nem pedig ilyen készenléti szolgálattal ellátott forró nyomon üldözést hajtunk végre. Ennek megvannak az előnyei, hiszen ez a forró nyomos csoport, amikor történik egy bűncselekmény, megjelenik a helyszínen. Nézzük, miből is áll ez a csoport. Igazából nyomozókból áll, a helyszínelőkből, és egy bűnügyi csoportvezetőből. A bűnügyi csoportvezető irányítja a helyszínen a nyomozást, ami azt jelenti, hogy például valakinek feltörik a gépjárművét, vagy betörnek a lakásába, akkor a helyszínen ott azonnal mi megoldunk lehetőség szerint minden olyan nyomozati cselekményt, amit azonnal meg lehet oldani. Ha a helyszínen van a sértett, akkor őt meghallgatjuk, ha vannak szemtanúk, például szomszédok vagy külső szemtanúk, őket is meghallgatjuk a helyszínen, így nem kell a rendőrkapitányságra a későbbiek folyamán bejönni, csak akkor, hogyha olyan újabb adatok vagy eredmények lennének, amire szükséges a ráhallgatás. Egyébként nem kell feleslegesen megjelenni a rendőrkapitányságon. A helyszínelőink azonnal elkezdik a nyomokat rögzíteni a helyszínen, és ha olyan tárgyakat találunk, amiben esetleg az elkövetőnek a szagnyoma rajta lehet, vagy ott felejti a pulóverjét, esetleg bármilyen tárgyat, akkor mindenképpen hívunk a helyszínre nyomkövetőkutyát, próbáljuk a szagot vetetni vele, és ő elindul a szagnyomon, így esetleg el tudunk jutni az elkövető személyére. Vagy ha a szomszéd gépjárművel üldözi az elkövetőt, akkor a csoportnak egy része a helyszínen már azonnal csinálja a forró nyomos cselekményeket, amiket az előbb elmondtam. A járőrök pedig elindulnak, vagy a körzeti megbízottak az elkövető után, és ahogy vezet minket a szomszéd, megpróbáljuk elfogni az elkövetőt. Az elmúlt hónapban mondhatom, mert február 1-jével indult ez a forró nyomos csoport a két kerület területén. Egész jó eredményeket értünk el. Volt, hogy forró nyomon üldözéssel sikerült elkövetőket elfognunk, és sokkal hatékonyabbnak látjuk így a nyomozásokat, hiszen már az elején szinte minden olyan nyomozati cselekmény elkészül, amiből egy adott ügyet el lehet indítani. Tehát akkor majd ezek az adatok nyilván összesítve majd a jövő évi állománygyűlés előtt szerepelnek majd. Miről tudod beszámolni ebben az esztendőben a tavalyi év különböző eredményeit illetően? Én nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, mert nagyon jó eredményeket érünk el. Az elmúlt 5 évet, hogyha figyelembe veszem, folyamatosan eredményességünk emelkedett, a bűncselekmény számok pedig csökkentek. Nem csak a mi két kerületünkben, hanem Budapest szinten is elmondható, hogy a bűncselekmény szám az jelentős csökkenést mutat most már egy jó pár éve. A mi esetünkben, ami úgy az állampolgárokat jobban érdekli a kiemelt bűncselekményeknél, például a rablások 37-ről 15-re estek vissza. Ez azt jelenti, hogy több mint a fele történt meg az előző. Két kerületről beszélek összesített adatokról. Igen. A gépkocsi lopások száma is jelentősen csökkent a két kerület területén, míg 2015-ben 61 gépjárművet vittek el, 2016-ban csak 29-et. Ez igen jelentős csökkenés, legalábbis ennél a két bűncselekményfajtánál. Míg a nyomozás eredményességi mutatóink is nagyon jók, hiszen például a rablás esetében a nyomozás eredményességünkben van egy minimális csökkenés, mert tavaly 69%-os volt tavaly előtt 69%-os volt a rablás eredményességi mutatónk, idén ez 68,8.
Azt mondom, hogy ez a 2%-os csökkenés, ez még szinte semmi, viszont büszke vagyok arra, hogy a rablásoknak a 70%-át felderítette a kapitányság, és eredményesen zártuk le ezeket a nyomozásokat. De ugyanezt mondhatnám a gépkocsi feltörések és a betörések esetében is. Mind a két esetben bűncselekményszám csökkenést és eredményesség növelést tudtunk elérni, ami szerintem nagyon jó eredmények. Azok a bűncselekmény fajták, amikben növekedett az elkövetési szám, az a rongálások és a testi sértéseknek a száma. Testi sértés, ez mondjuk meglepő, ez lehet, ezek szerint verekedések, vagy... Így van, sajnos a családoknál történt nagy része, tehát családon belüli sérülésekről beszélhetünk, amikor a hozzátartozók bántalmazzák egymást, ilyen esetek. Nem mondhatom azt sem, hogy a garázdaságokkal függ össze, hiszen a garázdaság egy olyan bűncselekmény, ami közterületen történik általában, és ugye vagy dolog, vagy személy ellen irányul, és itt lehetne ugye testi sértéssel párosítani és rongálással, de ezeket a bűncselekmény kategóriákat külön értékelem, és külön értékelik a statisztikában is. A garázdaságok száma egyébként ugyanúgy csökkenő tendenciát mutat, hiszen 2015-ben 61, 2016-ban pedig 48 garázdaságunk történt, tehát itt is van egy bűncselekmény szám csökkenés. Ezek inkább a családon belüli sérülések, a testi sértések, amik történnek. Ami azért elég szomorú. Hát igen, igen. Nagyon gyakran vonulunk ki helyszínre, hogy családon belül akár törnek, zúznak, vagy éppen egymást bántalmazzák. Egyébként, hogyha valaki segítséget kér, vagy mondjuk a szomszéd érzékeli, és hívja önöket, akkor önök mennek? Természetesen. Tehát a rendőrség reagál minden olyan bejelentésre, ami szükségszerű, hogy ott legyünk, és érinti azt, hogy akár bűncselekmény, akár szabálysértés történik. Még ha nem is történik meg, akkor is kimegyünk a helyszínre. De azért nem lehet könnyű, mert adott esetben az, aki éppen esetleg konfliktusban van, az nem biztos, hogy szívesen látja a rendőrt, ezt hogy lehet kezelni? Hát kollégáink ki vannak erre képezve, hogy ezeket a szituációkat hogyan kezeljék. Persze, hogy nem könnyű, hiszen ilyenkor néha még a bejelentő fél is a rendőr ellen fordul, ahogy megjelenik a helyszínen, hogyha családtagokról beszélünk, mert nem szeretik, ha beavatkoznak, de sajnos van, hogy szükségszerű a beavatkozás egy-egy ilyen esetnél. Hát ugye történhetnek súlyosabb sérülések is, akár csonttörés, vagy olyan fejsérülés, ami azonnalos ellátást igényel, és ilyenkor a mentősökkel megyünk természetesen a helyszínre. És ebben az esetben mi a következő lépés? Tehát nyilván alapvetően a helyzet rendezése, vagy valamiféle pacifikálása, és akkor a rendőrség lép, tehát valakit eljárás alá vesznek, vagy hogy működik ez? Természetesen. Tehát mondjuk, hogyha egy példát szeretnék erre mondani, férj-feleség bántalmazza egymást, és az egyiknek súlyos sérülése keretkezik, mondjuk eltörik az alkarja. Hát ebben az esetben ugye az az eljárás, hogy első az embernek a testi épsége, tehát a mentő el fogja szállítani a sérültet, mi fölírjuk az adatokat, és el fogunk indítani egy eljárást. És akkor most én egy súlyos testi sértésről beszéltem, hiszen eltört az alkarja mondjuk a sértetnek. Ebben az esetben hivatalból eljár a rendőrség, mert hivatalból üldözendő bűncselekményről beszélünk. Ha egy könnyű sérülésről beszélnénk, akkor viszont a sértetnek van lehetősége magánindítványra. Tehát, és akkor a bíróságon lehet ezt az eljárást lefolytatni. De az elsődleges intézkedéseket a rendőrség mindenképpen megteszi. Majd ezt követően, ha könnyű a sérülés és magánindítványra büntetendő, akkor a sértett ezt le fogja nálunk nyilatkozni, hogy igen, kéri a férje ellen vagy az élettársa ellen az eljárás lefolytatását. Ebben az esetben mi a keletkezett iratokat áttesszük a bíróságra. És a további eljárást a bíróság fogja végrehajtani, mert ez a bíróság hatáskörébe tartozik a testi sértésnek a lefolytatása. A súlyos testi sértés esetén természetesen nincs lehetősége arra a sértetnek, hogy magánindítvánnyal éljen vagy ne éljen, mert mi hivatalból járunk el, és akkor hivatalból meg lesz hallgatva a sértett tanúként, az elkövető gyanúsítottként, esetleg, hogyha a történeti tényállásban ellentmondás van, le is szembesítjük őket, külső tanukat keresünk. Sőt, az is lehet, hogy magát a cselekményt kamera rögzíti, beszerezzük a felvételeket, és az a
teljes anyagot azt továbbítjuk az ügyészségre feltehetően vádevelési javaslattal. Kapitány asszony, mi újság a kábítószerekkel? Ugye fiatalokat is érint ez a dolog, és nagyon sok felé az országban lehet hallani az információt, hogy egyre nagyobb a veszély, és nagyon nehéz mit kezdeni vele. Önöknél hogy állnak? A budapesti rendőrfőkapitányság most jelenleg komoly erőket mozgosított arra, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűnözést felszámoljuk. Ez minden kerületnek fontos célja, hogy ez meg is történjen. Ebben még az önkormányzatok is becsatlakoznak, hiszen nálunk is a 20. kerületben és a 23. kerületben is kábítószer ellenes fórumokat hoztak létre az önkormányzatok. Ezekben a fórumokban mi, mint a rendőrség részt vesz. Nálam mind a két fórumon osztályvezetőm képviselteti magát, és én is jelen vagyok általában ezeken a fórumokon. Az a lényege ennek, hogy összefogjuk az állampolgárokat is, szükségünk van az összefogásra, hogy az ifjúságot megvédjük azzal, attól, hogy ilyen bűncselekmények áldozataivá váljanak, és ezért akár az egészségügyi részt, a pedagógusokat, én szeretném a védőnőket, a házi orvosokat is bevonni ebbe. Segítségünkre lehetnének abban, hogy kiszűrjük azokat a családokat, azokat az embereket, akik esetleg már segítségre szorulnak, mert kábítószer fogyasztok. És a legfontosabb célunk az, hogy a dílereket és a kábítószer terjesztőket kiszűrjük, és eljárásokat indítsunk ellenük. És felszámoljuk azt, hogy tudják terjeszteni ezt a mérget a gyerekeink, és hát tulajdonképpen a felnőttek között is. Vannak krónikusan fertőzött helyek az említett két kerületben, 20.-23. kerület terjesztés szempontjából? Folyamatosan szűrjük ki a terjesztőket és számoljuk fel, de mindig jönnek újak, tehát mindig előfordulhat, hogy most ha nem itt, akkor máshol, de megindul a kábítószernek a terjesztése. Annyit el tudok mondani, hogy nem a nagyon súlyos drogok fordulnak elő a két kerület területén. A kristállyal szoktunk találkozni, és a marihuánával. A fiatalok között gyakori a kábítószeres, idézőjelben mondom, füves cigarettának a fogyasztása, de hát a speed és az ilyen apróbb kábítószerek is előfordulnak. Legalábbis akiket mi elfogunk és eljárásokat indítunk, ilyen jellegű drogok fordulnak elő a két kerületben. Soroksáron volt, hogy marihuána ültetvényeket sikerült felszámolnunk az elmúlt két évben. Mostanában nem fordult elő, nincs rá információnk, de ettől függetlenül lehet. Ezen kívül Erzsébeten inkább a házaknál terjesztik a kábítószer. Tehát a két kerületben nincsen olyan nagy szórakozó hely, ahol nagyon sok fiatal összegyűlne és ott jó drogot árulni, így ezért magánházaknál fordul elő. Nagyon sokról van információnk, meg fogjuk tenni azokat a lépéseket, hogy ezeket kiszűrjük és megszüntessük a kábítószer terjesztését. Az utóbbi években tulajdonképpen folyamatosan felhívja a figyelmet arra, hogy telefonon, különböző egyéb trükkös megoldásokkal a bűnözők megpróbálják átverni az embereket, nagyon gyakran az idős embereket. Ezekkel a bűntényekkel kapcsolatban mi újság? Igen, ezt itt a tévében is többször elmondtam már, de nyugdíjas klubokban, és megpróbálunk minden olyan helyre eljutni, ahol az időseket elérjük, tartunk előadásokat, hogy mire figyeljenek. Elmondjuk mindig az új elkövetési módszereket, hiszen ezek változnak, mert azok a történetek, amivel becsapják az időseket, azok mindig más. Mindig más. Hol baleset történt a hozzátartozójával, hol fogva tartják őt, és azonnal fizetni kell, vagy súlyos műtétet kell végrehajtani, és nincs meg a tajkártyája. Körülbelül ezek a történetek forognak. És vannak még olyan jellegű trükkös elkövetések is, hogy nyeremények ígéretével hívják fel az időseket, hogy menjenek el egy automatához, és erre a számra töltsenek fel X összeget, ez mindig változó.
Sajnos nagyon sok embert becsapnak ezzel, és nem csak időseket, hanem már ott tartunk, hogy a közép és a fiatalabb korosztályból is vannak, akik elhiszik ezt a történetet. Én arra kérem őket, nagyon figyeljenek oda, mert ezek a kódszámok nem kódszámok, hanem általában telefonszámok, és telefonszámokra töltik fel az állampolgárok ezeket az összegeket, és hát a vége az, hogy kártérítést nem nagyon fognak tudni kapni, hiszen ez önálló döntésük, hogy ők feltöltik ezeket az összegeket. Eljárást természetesen megindítjuk, és amennyiben az elkövetőt sikerül felderíteni, akkor le is folytatjuk vele szembe az eljárásokat. De hát ilyet nem olyan egyszerű felderíteni. Hát igen, nem olyan egyszerű, ez az egyik. A másik, hogy inkább figyeljünk oda, hogy mikor, hova tesszük a pénzünket, és nézzük mindig meg a körülményeket, hogy a körülmények mire mutatnak, mert aki egyáltalán nem játszott például nyereményjátékon, az ne menjen el feltölteni ilyen kódszámokat, mert biztos, hogy nem nyert. Szóval a józan ész azért az így sokat van. Segít. Így van. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Nagyon szívesen.